Helyi adó folyószámla értesítést küldött ki az önkormányzat az elmúlt hetekben, közeleg ugyanis a második félévi helyi adók befizetésének határideje. A magánszemélyek postai úton kapják meg az egyenleget a csekkel együtt. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók ügyfélkapura vagy cégkapura kapják az értesítést. Az adókat minden esetben szeptember 15-éig kell befizetni. A tapasztalat az, hogy a legtöbben valóban meg is teszik. Hál' Istennek az adózói morál én azt tudom, azt tapasztaltam, hogy egyre jobb, tehát határidőben megérkeznek a bevizetések, sőt már valaki már egész évben is próbálja rendezni ezeket, hogy nem legyen elmaradás. Építményadó, kommunális adó és helyi iparűzési adó. Ezeket a kötelezettségeket kell teljesíteni szeptember 15-ig. A befizetése pedig már több lehetőség is van. A postára sem kell elmennünk, ha nem szeretnénk sorban állni. Hál' Istennek már egyre több fizetési lehetőség van, most már mi is bevezettük ezt a QR kódos csekket, illetve kötelező is volt, mi ezt használjuk már, tehát az adózók ezen keresztül is be tudják fizetni, továbbiakban pedig több elektronikus fizetési elérhetőség is van már, Te gondolok itt az ügyfélkapunk keresztül jeferes befizetésre, az utalásos befizetésekre, tehát ennek is ez is bővült már. A határidő tehát szeptember 15, ha valaki esetleg nem érkezett meg, vagy megrongálódott, eltűnt az értesítője és a csekk, természetesen kérhet másikat. Ebben az esetben is akkor is a kérdés merül fel az egyenleggel kapcsolatban. Ügyfélfogadási időben kérhető segítség az adóhatósági irodánál.